Jó estét, szervusztok! Good evening, hi! Okay, sokan tudjátok, hogy... Many of you know. Hogy ez egy... Így a hónap első napja... The first Wednesday of every month. Ez egy ilyen különleges nap. Is a special day. GGVO-ban, a szolgálatunkban. In GGW, in our ministry. Ez így az imának a napja. This is the day of prayer. Sokan böjtölnek is ilyenkor. And many are actually fasting. A lényege, tehát semmi különös oka nincs, csak az, hogy bátorítsuk az imát. And it has no special reason. We just want to encourage prayer. Úgyhogy ilyenkor tényleg az a bátorításunk, hogy keressük Istent. So this is our encouragement that we would seek the Lord. Keressük az ő igéjét, let's seek his word. Keressük az ő szolgálatát felénk és mások felé. Let's seek his ministry toward úgyhogy, us and toward others. Úgyhogy szeretném most azzal kezdeni az Isten tiszteletet, nem szoktuk ezt csinálni. Start the service with this, and usually we don't do this. Hogy imádkozzunk együtt, egy olyan 10 percet mondjuk, tényleg egy huzamosabb ideig, tényleg csak imádkozz valakivel, kérlek. Time, please pray with someone. És csak hadd mondjak egy pár szükséget, and let me tell you a couple of needs. De igazán tényleg bármiért és but mindenért, actually, ami eléd jön. You can pray for everything, whatever comes. Okay. Jen Knight, Pastor Knight-nak a felesége, kórházba került ma, és holnap műtik, hogy imádkozzatok érte Jen Knight-ért. Ha jól értem, I'm right, right? Yeah, okay. Yeah, ma volt egy műtétje, és holnap lesz még egy, úgyhogy imádkozzatok érte. Aztán imádkozzatok a Bogdan Szidéért. Pray for Bogdan Szidé. Nekik így anyagi gondjaik vannak, they meg a szállásuk, aztán nézzük. Edith és Imre, szintén az anyagi helyzetükért imádkozzatok. For their finances, please pray for valaki them. Átverte őket rengeteg somebody pénzzel, cheated on them with a lot of money. Úgyhogy imádkozzatok so Edithért és Imreért. Aztán nézzük a Tiffany, a Kovács Marikának a kislánya. Kovács Marika's daughter. Ő csak így vacak állapotban van egészségügyileg. She's not in a good condition, kérte. So please pray for her health. These are a couple of needs. Imádkozzunk a Karisért. Let's pray for Karis. Imádkozzunk a GGIS-ért. Let's pray for GGIS. Bibliskolás diákokért, egymásért, családokért, egyedülállókért. For single ones. Kérlek, hogy ne fecséreld ezt az időt másra. Please don't waste this time for anything else. Töltsünk egy olyan 10 percet, imádkozzunk. Let's spend 10 minutes in prayer. Használjuk ki ezt az időt, jó? De szokatlan, de csináljuk ezt most együtt. I know it's unusual, but let's do it together.
Mennyei Atyánk, Heavenly Father, te hallod a szívünket, you hear our hearts, te hallod a szavainkat, you listen to our words, és te jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk, and you know better what we need than we are, és kérünk téged, Urunk, and we ask you, Lord, Baltimore-i gyülekezetért, for the church in Baltimore, vezetőségért, for the leadership, válaszokért, bátorításért, for answers, gyógyulásért, for encouragement, for healing, kérünk ezért a gyülekezetért, we ask you for this church, szólj hozzánk mindig, speak to us every time, személyesen is gyülekezetként, personally and as a church, adj nekünk ima időket, give us prayer times, adj nekünk az öröm idejeit, give us the times of joy, könnyek idejeit, and the times of tears, az intenzív szeretetnek az idejeit, and the time of intensive love, and the time of ministry, Lord. Add nekünk a te tökéletes tervedet. Give us your perfect will, Lord. Köszönjük, Urunk. Your perfect plan, mekkora thank csoda, you, Lord. Hogy együtt lehetünk a te nevedben, what Úr a miracle Jézus. That we can be together in mekkora your name, csoda, Lord hogy Jesus. Istent imádhatjuk. What a miracle that we can worship God. És ez nem csak nekünk fontos, hanem neked is, Urunk. And this is not only important for us, but for also you. Köszönjük, mennyei Atyánk. Thank you, Heavenly Father. Lenyűgöző ez nekünk. This is amazing for us. Add meg a közösségünket az üzenetben. Bless our fellowship in the message. Kavard fel a szívünket. Stir our hearts. Adj nekünk örömet. Give us joy. Adj nekünk mélységet. Give us deepness. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Az áldás volt. This was a blessing. Amen. 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 A mai nap. Today. Beszélgettem egy barátommal. I spoke to one of my friend. És kemény dolgot kellett mondanom. And I had to say something tough. És megint felismertem. And again I recognized. Hogy mennyire fontos, hogy ki mondja, how amit hallunk. Is this like who is saying what we hear actually? Hogy ez a barátom el tudta fogadni, amit mondtam. This friend of mine could receive what I said. Mert ismer engem. Because they know me. És tudja, hogy szeretem őt. And they know I love them. Ha nem tudná, if they didn't szeretem, know that I love them, akkor nem tudná elfogadni. Then they would not be able to accept mondanék it. Mondanék valami keményet. If I said something tough. És ő reflexből visszaütne. And that person would hit me back right away. Visszavágna, reakció. He would react jelene. Right away. Yeah, de így nagyszerű közösségünk volt. But like this, we had a great fellowship. És Isten szolgált felénk a and dologban. And God ministered to us in this manner. Ki mondja? Who is saying ez egy fontos kérdés. Who says? This is an important question. Egy Tesszalonika 2-ben. In 1 Thessalonians 2. Pál. Paul. Elmondja ezt a hálát ad a tesszalonikai gyülekezet miatt. He gives thanks for the church in Thessaloniki. És a 13. 1 Tesszalonika 2:13. 1 Thessalonians 2:13. Azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek. For this cause also thank we God without ceasing. Hogy amikor befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, because when you received the word of God which you heard of us, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, you received it not as the word of man, hanem mint Isten beszédét, but as the word of God, amint hogy valóban az, but as it is in és, truth. És hiszem, hogy Isten szól hozzám. And I believe that God speaks to us. Az üzenetben, in the message, személyesen én hozzám. Personally to me. A pastoron keresztül. Through my pastor. Bárki, aki prédikál. Anyone who hiszem, is preaching, hogy Isten szólni akar. I believe God wants to speak to us. Minap emlékeztek, itt állt az Encsi. Not a long time ago, and she was standing here. És azt mondtam. And I told. Egy fiatal ember. Heard that there is a guy. Izgatottá válik az Encsi felől. Who is excited about Danica? És azt mondja. And then he says. Isten megmutatta nekem, hogy te leszel a feleségem. God showed me that you will be my wife. És aztán tegnap előtt Encsivel beszéltünk telefonon. And I believe we had a phone call with Encsi. És azt mondja nekem. And she told me. Ez a képzeld, mielőtt ezt mondtad, egy srác odajött hozzám, és ezt mondta nekem. Imagine before you said this, a guy came up to me saying this. És nem, velesleg, ha te voltál, az nem tudom ki vagy, nem mondta meg, úgyhogy ne aggódjál. Don't worry, because she didn't tell me who it was. De annyira nevettem a dolgom. But I was laughing so much. Ha a srác. If the guy úgy hiszi, hogy Encsi megmondta nekem, és én ezért mondtam. Believes that Encsi told me, that's why I'm saying it. Akkor úgy veszi, hogy ez embernek a beszéde. Then he will take it as the word of man. Ha elfogadja Istentől, akkor lehet, hogy segít az életében valami. If he receives it as the word of God, it will help somehow in his life.
Emlékszem arra a srácra, I remember that guy, aki ide járt már hosszú ideje. Who was évet. Coming here for like 2 years. És egyszer csak who így, used to come here. Ez még az internet előtti napokban volt. It was before the time of broadcasting. Na, internet. Before the internet. Okay. Volt olyan idő, amikor nem létezett internet. I mean, there was a time when there was no internet. És van, aki még emlékszik rá. And some of them still remember. És azt mondta nekem, rájöttem. And this guy told me, I realized. Rájöttem, itt ti úgy csináljátok, pásztorok, hogy fölhívjátok egymást, elmondjátok egymásnak, hogy miről fogtok so beszélni. So this is how you do, pastors. You call each other and you tell each other everything. Miről szólt ez? What was this about? Arról szólt. It was about. Hogy ez emberek beszéde. Nem Isten szól hozzánk, hanem man. Van egy magyarázatom. It's not who is speaking to us, but I have a better nem explanation. Nem Isten szól hozzánk, hanem hogy van egy jobb magyarázatom rá, hogy ember oh, szól hozzám. It's not God who speaks to us, but I have a better explanation that there is a man who is speaking to mert me. Mert akkor nem kell komolyan vennem. Because then I don't akkor have to take it elfogadnom. Seriously, then I don't have to receive it. Ezért mondja Péter. That's why Peter says. 2 Péter 1:19-ben. 2 Peter 1:19. És csak egy 19-től 21, csak hadd olvassak fel egy pár részt. From verse 19 to 21, and let me read a couple. Azt mondja, a prófétai beszéd, word of prophecy, ami a prédikálás, which is preaching, actually. És amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, whereunto you do well that you take heed, mert az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. That no prophecy of the scriptures is of any private interpretation. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy man of God spake as they were moved by the Holy Spirit. Okay. Mi nem mondjuk, hogy amit prédikálunk, az ugyanazzal a tekintéllyel bír, mint az írás nyilván. We don't say that whatever we preach has the same authority that the word has. De hisszük, hogy Isten vezet bennünket, but we believe hogy that Isten God szolgál leads bennünket, us, that Isten he ministers to us and he speaks to our life. Annyi bizonyságot hallok. I hear so many arról, testimonies. Hogy az ige személyes. That the word of God is personal. De van itt egy figyelmeztetés. But here is a warning. Vigyázz a személyes értelmezéssel. Take heed with private interpretation. Ne vedd ki a szövegkörnyezetből. Don't take it out vannak of the context. Hívők, there are some fognak egy verset. Who take a Bible verse? Mert nem jártak hermeneutikára a Biblióiskolában. Because they didn't go to hermeneutics in Bible school. És fognak egy verset, kiragadják. So they take a Bible verse. Föltűzik a lobogóra és azzal élnek. And they put it on their flag and this is their motto. This csak is how they live. Csak elfelejtették elolvasni, ami előtte van, meg ami utána van. But the only problem that they forgot to read what was before and after that verse. Volt egy emlékszem. Tudjátok, ahogy riporterek csinálják, mikor szenzációt akarnak csinálni like, valamiből. Like reporters do when they wanna do a show out of something. És igyekeznek, és azt csinálják, hogy kiragadnak egy részt, és azt mutatják csak be. And they just take out a part, and this is what they show. Emlékszem, volt egy interjú, amit láttam egy fickóról, azt mondta, angolul volt, azt mondta, hogy I am God az interjúban, én Isten vagyok. And this guy said in the interview that I am God. És bejárta Amerikát a dolog. And it spread all around in the US. A teljes mondat így hangzott. But the whole sentence was like this. If I can do that, I am God. Ha ezt meg tudom csinálni, akkor én vagyok Isten. Okay. És ez az, amit csinálunk könnyen. And this is what we do. Fogok egy részt. Easily that I take one part. Oh, I like it. És kiragadom. And then mert I just utána take van, az it. Nem tetszik. But whatever is after I don't like or whatever is before azért, I don't really like it. És azt mondom. That's why I say. Nem a erre figyelnem kell a Bibliámmal. I have to take heed with my Bible. Az üzenettel. And with the message. Az üzenettel is tényleg. Even with the message. Időnként elmondjuk ezt is. Sometimes we say even this. Könnyű fogni egy üzenetet. It is easy to take a message. És azt mondani, hogy ez az. Saying that this és remélem, hogy nem mondunk ostobaságokat egy üzenetben sem. And I hope we don't say any foolish thing in any of our messages. De arra bátorítalak. But what I want to encourage you to listen to that message évig, for a month or a year. Évtizedig, or even for a decade. És aztán tudni fogod, hogy mi az üzenetünk. And then you will know what de, our message de ne fogj egy üzenetet, but don't take only one és message. Kiegyensúlyozás nélkül. And without balancing. Ne szaladj úgy vele. Don't run with that. Mert a Szent Szellem beszél a gyülekezethez. Because the Holy Spirit speaks to the Jelenések 2-ben, Jelenések 3-ban. In Revelations 2 and 3. De újra meg újra mond dolgokat. But again and again és figyelnem kell, és tanulnom he says kell. Certain things and I have to
pay attention and I have to learn. Miért? Why? Mert sok múlik azon, hogy ki mondja, amen. Because it's important who says it. Sok múlik amen. Azon, hogy ki mondja. Gondolkodtál már ezen? It matters who says it. Did you think about this? Oké, okay, figyelj. Just listen. Próbáld ki egy szippantás. Just try a sip. Nagy különbség van, a parfümáros mondja, vagy a drug dealer. If the perfume seller says it or the drug dealer. Vagy milyen cuki kisfiú. Or what a cute little boy. Más ha a nagymama mondja, meg más ha a farkas. It's different when the grandma okay. says or the wolf. Nézzük, mi van még, mi volt még? Volt még valami hülyeség, amire gondoltam. There was something silly I thought of. Ja igen, milyen szép autó. Oh yes, what a nice car. Más, hogyha a kollégám mondja. It's different if my colleague says this. És más, hogyha az adó ellenőr. But it's also another case when the IRS says it. Okay, attól függ, hogy ki mondja, igaz? It depends who says it, right? Például. For example, ha egy testvér, aki nézi a szolgálatodat, if a brother who looks at your ministry azt mondja, says, soha nem láttam, hogy valakinek ilyen szíve legyen. I've never seen such heart. Az egész más, mint hogyha a kardiológusod mondja, ami nézi a monitort. It's a lot more different than the cardiologist would look at the monitor saying the same thing. Mi volt még egy? Or what else? Egész más. It's a lot different. Tehát, hogyha az edződ azt mondja, if your personal trainer says, milyen gyorsan tudsz futni, oh, you can run so fast. Mint hogyha a BKV ellenőr mondja ezt. Or the same thing okay. what the BKV ticket controller okay. says. Okay, miért mondom ezt? Why am I saying this? Azért, mert ha egy kicsit nevettek, akkor jobban figyeltek. Okay. Because if you're laughing a little bit, then you will pay attention de more. De amit mondani próbálok az what I'm trying to say is this. Hogy nagyon fontos, hogy ki mondja. It's very important who says számít, it. Hogy ki mondja. It matters a lot who says it. János 16, in John 16, 8, verse 8, Szent Szellemnek a szavairól beszél. It speaks about the words of the Holy Spirit. És tudod, ez olyan, and it's a little bit like, ez olyan érdekes, it's hogy so interesting. Tudtad, hogy Sátán beszél a bűnről. Did you know that Satan actually speaks about sin? De amikor Sátán azt mondja, hogy bűn, but when Satan says, this mikor is Sátán sin, beszél a bűnről, when Satan speaks about sin, akkor az leterít a földre. Then it will knock you out. Tudod, feküdj le és maradj ott. Just lay down Hajj and meg, stay there. Add fel, itt a vége. Just die hey, and nézd, give it up because mekkora this is bűn. The end. Just look at your bűn. Sin, how great it is. Tudod, ismerd fel, mekkora bűnöd van. Just recognize és add fel, how great sin you have and quit. Felesleges követned Istent. It is worthless to follow God. De itt azt mondja, but here it says, hogy a Szent Szellem is beszél erről. That the Holy Spirit megfeddi also speaks a világot about this. A Szent Szellem a bűn tekintetében. He will reprove the word of sin. De amikor a Szent Szellem megfeddi a világot a bűnnel kapcsolatban, but when the Holy Spirit reproves the word of sin, akkor arról beszél, then, hogy miért nem hiszel Jézusban. What he says is actually, why don't you believe in Jesus? 1 János 2:2 megfizetett a bűnödért. A bűnért megvan a fizetség. There is the price. Isten is beszél a bűnről. God also speaks és about az emberek sin, kiakadnak rajta, and people are freaking de Isten out, nem kárhoztat, but God does not condemn, hanem megment. But he saves. Figyelj, Sátán is beszél. Mi a következő? Listen, Satan also speaks. Beszél az igazságosságról. What's the next? He speaks az igazságról, amit kaphatunk. Righteousness that we can get. És Sátán azt mondja, and Satan Zsidó 9:14, Hebrews 9:14. Ő is beszél az igazságról. He also speaks about righteousness, but let's work for it. Azon múlik, hogy ki mondja. Work for it. It depends who says. Ő azt mondja, dolgozz érte. He says work for it. Jézus meg azt mondja. But Jesus says. Zsidók 10:14. In Hebrews 10:14. Hogy én megszenteltelek téged. That I sanctified you. Attól függ, hogy ki beszél róla. It depends who speaks about this. Nagyon nagyon fontos. It's very important. Mert ha Isten beszél nekem ezekről, because if it's God az megváltoztatja az életem. Then it will change my life. There will be love and care. De amikor az ellenség, but when the enemy, akkor semmi más, csak vádlás. Then there is nothing else but condemnation. Akkor csak vádlás van ebben. És még egy kifejezés itt. And maybe one more expression here. Az ítélet. Judgment. Sátán beszél az ítéletről. Satan also speaks about judgment. Azt mondja, nincs reményed. He says you have no nincs esélyed. Hope. You have no chance. Nincs esély. Nézd magadra. You have no chance. Nézd a tükörbe. Just look at yourself. Look into the mirror. You are hopeless. És Jézus meg azt feleli. But Jesus answers. Nincs kárhoztatás. Therefore there is én no condemnation. Érted. I paid for you. Én elintéztem ezt neked. I just done it.
Az a kérdés, but the question is, hogy ki beszél róla. Who speaks about it? The question is, who says it? És hogyha Jézus beszél róla, and if it's Jesus, akkor ő másként beszél róla. Then he will say things different. Okay, szeretnék még egy pár dolgot mondani erről. Let me tell you a couple of things. Arra mondottam, meghallgathatnánk ezt a dalt, gyertek énekeljétek. I thought you could sing it, the song for us. És csak hallgass így, ahogy Jézus mondja ezt nekünk. And let's listen to the song that Jesus is telling you this. Oh, my.
Olyan volt, mint a Zsoltárok, mikor szállják össze Szela, tudod? It was a little bit like when it says in the song, Szela. Tessék gondolkodni, amit hallottunk. Okay? Now let's think what we heard. És Jézus hív minket. Jesus és hogyha nem vagy hívő benne, and if you're not a believer in akkor him, nem én hívlak téged a gyülekezetbe. This is not me hanem who's calling Jézus you to the church, téged but it's Jesus arra, hogy megismerd őt. To get to know Máté 11:28. In Matthew 11:28. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És én megnyugvást adok and nektek. I will give you rest. De az üzenet befejezéseként. But just in closing. Volt egy eset. There was one case, amikor Sátán azt mondta, when Satan said, milyen szép gyümölcs. What a beautiful fruit. Egy Mózes 3:6-ban. In Genesis 3:16. És elég nagy bukás volt mindannyiunknak ez a dolog. And it was a great failure for all of us. Aztán van egy másik. And then there is another. Galácia 5:22-ben. In Galatians 5:22. Amikor a Szent Szellem azt mondja, when the Holy Spirit says, nézd ezt, milyen szép gyümölcs. Look at this, how beautiful fruit this is. Öröm, békesség. Love. Peace, joy. És ez egy csodálatos helyreállás mindannyiunknak. And this is a amazing restoration for all of us. Nem mindegy, hogy ki mondja, hogy ki beszél hozzánk. It matters who says it. It a lényeg, amit mondani akarok. The point that I hogy, wanna hogy say, a kísértésnek az a lényege. That the point of temptation. Hogy úgy néz ki, mint a szükségem lenne arra a dologra. Is it looks like I need it. De igazán az a dolog, amit akarok. I need that certain thing. But the one I want. Igazán csak az a dolog, amit akarok, csak akarom, nem az, amire szükségem van. Actually, this is something that I just want, but I don't need it. És a Szent Szellem azt mondja nekünk. And the Holy Spirit says. Figyelj, járj ebben. Listen, walk in this. Ez a gyümölcs, amire szükséged this van. This is the fruit you need. És tudod, nem tudom, mivel van a problémád, and I don't de mondhatnék bármit, ami a kísértés. I could say nem lesz any válasz areas, az életedre. But in temptation there will be no answer for your life. A pornográfia az nem válasz. Pornography is not an answer. Az ember szexualitására. For sexuality. Tudom is én, a virtuális valóság. Or virtual az, reality. Az nem válasz. Is not an answer. Az embernek a kikapcsolódására for igazán. Entertainment, nem teljes. Actually. It's nem not ez complete. Az, amire szükségem this van. This is not what we need. A pia biztos, hogy nem a válasz. Alcohol is a kikapcsolódásra, not an answer az ellazulásra, garantálom neked. For entertainment or a little bit of ease, I guarantee you. Soha nem tölti be. It won't fulfill. Lehet, hogy azt hiszed, maybe you think hogy a házasság lenne az életed végcélja. That marriage would be the ultimate goal of your life. Én csak bátorítalak, hogy but nem. But I just want to encourage you that nem így működik a this házasság. This is not how it works. Az egy, vadonatúj versenynek a kezdete. Is a brand new beginning of a race. És ezért mondja 2 Korintus 6:14-ben. That's why 2 Corinthians 6:14. Hogy ne legyetek felemás igában. Do not be unequally yoked. Ne legyetek felemás, igen. Miért? Do not be unequally yoked. Azért, mert ez egy kezdet. Because this is just ha ez the beginning. Lenne a végcél, akkor nem számítana, if hogy hívővel házasodsz vagy nem. Then it wouldn't really matter whether you marry an unbeliever or a believer. De ez nagyon fontos nekünk. But this is very important mert for us. Mert Sátán még mindig mondja. Because Satan keeps saying it. Nézd, milyen szép gyümölcs. Just look at the beautiful fruit. Look how beautiful it is. De a Szent Szellem is mondja. But the Holy Spirit also says. Nézd, milyen szép gyümölcs. Look at this beautiful fruit. És miért nem mondanám azt? And why would not I say? Így 1 Timóteus 6:17-ben. In 1 Timothy. Hogy igazán 1 Timóteus 6:17-nek a végén. Hogy minden, amin van az életben, azt élvezem Istennel. I enjoy it with God. És az életünk, tőle azt a gyümölcsöt keresem, a I'm Szent Szellemnek a gyümölcsét fruit, az életemben. És hogyha life, ez megvan, and if I have it, figyelj, akkor minden alkalom, mikor ehetek egy jót, then every time when akkor I Isten have a good előtt élvezem. Meal, then I enjoy it before God, még azt a hamburgert is, even that a gyorsétteremben. In the fast food restaurant. Sajnálom azoknak, akik az egészséges I'm táplálkozás sorry hívei, vagy teljesen rendben, hogy Isten áldjon benneteket. Then it's completely okay and God bless you. Egy kicsi bűntudatom sincs. But I have no guilt, not at all. Az életem szép.
My life is great. Hogy minden barátság. Every friendship. Élvezem Isten előtt. I just enjoy it before God. Azért, mert a Szent Szellem gyümölcsét keresem. Because I'm looking for the fruit of the Holy Spirit. A közösség. Or fellowship. Élvezem Isten előtt. I'm enjoying it with God. A szexualitás, a házasságomban. Sexuality in my marriage. Élvezem Isten előtt. I enjoy it before God. A kikapcsolódás idejei. Entertainment, times of entertainment. Isten előtt. I enjoy them before God. És ez egy gyönyörű dolog az életemben. And this is beautiful in our lives. De hogyha a másik gyümölcsöt keresem, but if I'm looking for that other fruit, azt, Sátán tesz elém, the one that Satan, akkor nincs mit élveznem. Displayed üres, in front of me. Mikor megtalálom, then it's empty mikor when elveszem, I find it, when mikor I take eszem belőle, it, when I akkor üresen take a bite, találom magam, then I feel myself és empty. Nem elégít meg engem. I find myself empty and it won't satisfy me. A világ azt mondja, the word says, 1 János 2:16-ban, 1 John 2:16, tedd ezt a te ambícióddá. Make this for your ambition. Legyen ez a célkitűzése. Let it be your purpose. És Pál is mond valamit. And Paul says something else. Efézus 4:1-ben. In Ephesians 4:1. Azt mondja, legyen ez a célkitűzése. Let this be your purpose. De azt mondja, hogy járj az Úr előtt. But walk before the Lord. Azt hiszem, Kolossé 1:10. I believe it's Colossians 1:10. Az Úr teljes tetszésére. For the full pleasure. Így van, így van, tehát, hogy Isten előtt járni. That we would be walking before the Lord. A világ is mondja, and the word says, meg a Bibliám is mondja. It, but also my Bible legyen ambíciód. Says it, let's have an ambition. Se a világ nem mondja, hogy csak kapcsolj, ne csinálj, se Isten. The word doesn't say, just don't do anything, but neither God says that. De más. But it's Isten different. Azt mondja, legyen ez az ambíciód. God says, legyen Isten az első. Have this as your ambition. Annyi barátom volt first. A hitben. I had so many friends in the akik, faith. Akik egyik nap még Isten szolgálták. Who teljes erőbedobással. To God one day. Aztán kaptak egy kiváló ajánlatot. But then they were told a great given opportunity. A great offer. Great a világtól. From the kaptak word. Egy kiváló ajánlatot. They were given a great offer from és the word. És eldobott mindent. And they left everything. És eldobott mindent. They és, threw és everything tette away. Az ambíciójává. And they made that for their ambition. Figyelj, az életedben így is úgy is lesz misszió. Listen, there will be a mission in your life. Csak anyways. Az a kérdés, hogy ki mondja neked, hogy mi az a misszió. But the question is, a világ, who says it? Vagy what is ige? Your mission? The word or the word of God? Így that's is úgy is egy küldetéssel fogod élni az életed. You will live your life with a mission. Csak anyways. Az a kérdés, hogy egy örökké való küldetés, but the question is whether it's an eternal mission. Időleges küldetés. Or just a temporal one. Az a kérdés, hogy ki mondja the question neked. Is who says it. És miért nem mondanám? And why would not I hogy Istennel akarok járni az ő teljes tetszésére. I wanna walk with God for és aztán élek ebben a világban. And then I live és in amit this Isten word. Ad, and whatever azzal megyek gives, előre. I'm running és ami forward. Képességet kaptam, azt kihasználom. És csinálom, amit tudok. I will use them and I do what de I can. Ezt teszem az elsővé. But this is the ez az első. This is the priority. Ez a fő. This is the main hogy van egy küldetésem, egy örökkévaló. Lelkek, tanítványok, az ige megismerése, Jézussal járás ezekben a napokban, gyülekezet alapítás, Debrecenben, bátorítás egy testvér felé a mindennapokban, vagy megszerelni valakinek a vízcsapját. Olyan hálás voltam. I was so thankful. Haszman Iván átjött. When Haszman Iván came over. És megszerelte nekem a vízcsapot. And he mended my pipes. Ja, annyira hálás voltam érte. I was so thankful for that. Nem az that. Volt az ambíciója. That is, it was not his ambition. Hogy lenyúljon. To get money out of me. To get money out of me. Hanem az, hogy szolgálja, annyira hálás but voltam. But he just wanted to minister and I was és ez so olyan thankful. Egyszerű, ez olyan kicsi. This is so simple, this is so small. De ugyanakkor olyan hatalmas, igaz? But at the same time, és az it's a kérdés, huge. Hogy ki adja meg nekem. Who gives me? Okay, mondhatok még egyet? These. Egy utolsó. Can I tell you one more? The egy valaki one? Azt mondta, hogy igen, mindenki más azt mondja, hogy one nem a csendes többség. Yes, and the others. Okay. With this great silence, you agree? Okay. Nézzük, azt mondja. Let's see. Okay, a régi bűnös természetem. My old sin nature. Tudod, mit mond? Do you know what he says? Én olyan fontos vagyok. I'm so important. Jakab 4:16. James 4:16. Majd én megmondom, hogy mi lesz itt. I will tell you what we itt are going van, to do. Itt van, így fog történni. This is how it ide will megyünk, happen. Ezt csináljuk. We will do, oda we megyünk, will go azt here csináljuk. And we will do this. Én fontos vagyok. Or another place én where we will vagyok. Do this, because I'm important. Ő is ezt mondja. This is what he says meg Isten also. Is ezt mondja. But God says the same thing. Isten azt mondja, én fontos vagyok. God says, I'm important. Isten azt mondja, én fontos vagyok. God Ésaiás, says, I'm important. Azt mondja, Ésaiás 42:8. I believe Isaiah 42:8. Azt mondja Isten. God says, én vagyok az Úr.
I am the Lord. És az én dicsőségemet másnak nem adom. And I'm not giving my glory to anyone else. A kettő ugyanúgy hangzik. The two things might sound the same thing. Hogy Isten azt mondja, hogy ő is önző, meg a régi bűnös természetem is önző. God is selfish and also my old sin nature is selfish. Bocsánat. De hogy ugyanúgy hangzik. It sounds the same. De igazából actually, az egyik, a régi bűnös természetem, az egy önző mániákus. Is a selfish maniac. A másik, but the other one, pedig az, aki mindent odaadott értem és is nekem. The one who gave everything for me and to az, amikor Isten azt mondja, when God says, hogy én vagyok a legfontosabb. That I am the most important. Amikor azt mondja nekem, hogy ő a legfontosabb. When he tells me that he is the most important. Az életembe, és tudom, hogy ez kihívó. As a priority in my life and I know it's challenging. Amikor ő ezt mondja, akkor az a legjobb dolog az én számomra. When he says this, that's the best thing az for me. Az a legjobb dolog, ami történhet. Best for me. That's the best that can happen to me. Istent, that I put az God a as a priority. Történhet az életemben. That's the best that can happen in my life. Ez a leggyönyörűbb. Miért? That's the most beautiful. Gondolj why? Bele. Just think of this. Az Atya odaadta, aki a legdrágább volt the neki. Father értem? Gave, who was the most precious for him, his only son. Jézus odaadta önmagát. Értem? Jesus gave himself for a me. A Szent Szellem. And the Holy Spirit. Folyamatosan ad nekem. Continually. He's giving me a gyülekezeti életet, a Krisztus teste életét, adja nekem az ajándékokat, ad nekem gifts, imádatot. He gives me worship. Ez az Isten azt mondja, hogy tegyem őt a legfontosabbá. Make him the most important. És akkor amit kapok, and then whatever I receive, az annyira gyönyörű lesz, it will be beautiful, fogom. And I will enjoy it. Így is, úgy is. Listen, anyways, előre fogok tenni or, valakit az életemben. I will have priority in my life. Vagy azt mondom, hogy a régi bűnös önmagam, én either vagyok a fontos, az én terveim, az én szándékaim, myself, az én irányom, az my én büszkeségem, my plans, my pride is the most az important, én jogaim, or my rights, az én szépségem, my beauty, az én erőm, or my az én tekintélyem, my authority, vagy, or, Uram, or Lord, Uram, a Te dicsőséged, Lord, your glory, én nem is mernénk elvenni. We would never be dare to take it away. És ki kell ezt mondanom? But I időről have to időre, say this. Hogy out loud, hogy eldöntöttem, times by times that hogy kit teszek előre. I have decided who is my priority. Róma 8:12. Romans 8:12. Nem vagyok adós a régi bűnös természetemnek. I am not a semmivel. Debtor to my nem old tartozom nature. Neki semmivel. I don't nem kell neki adnom anything. Időt, figyelmet, energiát. I don't have to give him time pénzt, or energy, akármit. Money, anything. Nem, semmi no. Szükség rá. There is no need for Szent that. Szellem. The Holy Spirit. Ő az, aki vezet minket. He is the one who is leading járni. Us. I want to walk with him. Gondolj ebbe bele. And he just amikor think of Istennek this. Adom a legnagyobb jelentőséget. When I give God the priority, the most importance. Akkor ő jelentőséget ad nekem. Then he will give me significance. Akkor ő jelentőséget ad nekem. Then he will give me significance. Úgyhogy ez a kérdés. So ez a fontos dolog ma this este. This is the most important tonight. Ki mondja? Who says ki mondja? It? Who says ha Jézus mondja, if it's Jesus, akkor tedd le. Then ha Jézus just put mondja, it down. Akkor if it's Jesus, fel. Then take ha it Jézus up. Mondja, if it's Jesus, akkor kövessük őt. Then let's ha Jézus him. Mondja, if it's akkor Jesus, legyen ez a küldetésünk. Then let's ha Jézus this mondja, as akkor our így az életünket. If it's Jesus, then let's Jézus live our mondja, lives like this. As he said so. Ha Jézus mondja, akkor merjük elfogadni. If it's Jesus, then let's dare to receive it. A jelentőségünket. Our significance. Amen. Amen. Mennyei Atyánk. Heavenly Father. Köszönjük neked. Thank you. Ismét, újra meg újra. Again and again. Hogy annyit adtál nekünk. That you gave us so és much. És annyit adsz nekünk. And you are still giving köszönjük us so much. Köszönjük Istenünk. Thank you God. Áldunk téged. We bless you. Magasztalunk téged. We magnify you. Örvendezünk benned. And we rejoice in ha úgy vagy itt, hogy még soha nem hívtad Jézust a szívedbe. Here tonight that you have never accepted Jesus in your heart. Akkor minden alkalommal felkínáljuk ezt a lehetőséget. Then every time we offer this opportunity. Ha a neten nézed, hozd meg ezt a döntést. Nem mi mondjuk neked, hogy gyere. It is not us who says, please come. Hanem Jézus mondja. But Jesus says, gyere én hozzám. Come to me. Gyere, ha szomjas vagy. Come to me if én, you are thirsty. És én inni adok neked. And I will give gyere, you water. Én ingyen adom. Just come to me because I give it to you freely. Just mondd accept neki a szívedben. Me and say this to him in your heart. Egyszerű szavak, Jézus but kérlek. Simple words, Jesus, please. Ments meg engem. Save me. Adj nekem új kezdetet. Give me a new beginning. Új szívet. New heart. Új szellemet. New spirit. Jézus, én elhiszem. Jesus,
Jesus, I believe, hogy te hívsz engem, that you are calling és én is hívlak téged. And I'm also gyere calling az életembe, you, come to my life. Rád bízom magam, I trust myself ments to meg engem, please save me. Hiszek benned, I believe ad in nekem you. A te szellemed. Give me your spirit. Jézus, meg akarlak ismerni. Jesus, I wanna get to know you. Szeretném újrakezdeni. I wanna restart it. Most már veled. But this time with you. És hogyha életedben először and for the first time in your life you made this decision, if you're watching online, then please send us an email so we would rejoice with you. But if you're here tonight, as the church is praying, please just for a moment slip up your hand. We want to give you a little package that helps you start out on the way. Please slip up your hand if you made your decision today for the first time, and then you can put it down again. Is there anyone? Please just slip up your hand, then you can put it down again. Jaj, Atyán, okay. Köszönjük neked. Heavenly Father, we thank you. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.